Na hát, elnézést. Na hát, hello. Olyan gond van, várjatok. Hello, sziasztok. Hát, mi újság, ki hogy van? Sziasztok. Bocsánat, most itt nagyon sok minden történik egyszerre. Szia Csoki, szia Joki, Macskás néni, Linda, Ákos, Dávid, Renike, Harry. Húha, itt víz van, várjatok. Miaka Csoki, Helga, Bence, másik Bence, Kecske, Little Witch, Vicky, Vivian, Fallen Angel. Szia Illegirl, hello, mi újság, hogy vagytok? Na, mindjárt mondom, hogyha kicsit többen vagyunk, hogy most éppen mi történik, meg a többieket is fogjátok hallani, csak kicsit egy darabig engem, hogy tudjuk beszélgetni. Mi újság? Jól vagyok, nagyon szépen köszönöm, Helga, fáradt vagyok egyébként nagyon. Nagyon fáradt vagyok, mert keveset aludtam sajnos, de egyébként minden rendben, nagyon-nagyon várom a mai napot, a mai streamet, úgyhogy tök izgatott vagyok, remélem ti is jól vagytok, meséltek nekem kicsit. Meg egyébként nagyon meglepődtem, mert... Ja, hogy oké, ránk jött egy hajó, akkor várjatok, mert most nem tudok lenni. Azt hittem, hogy csináljuk a fortot, de közben ránk jött egy hajó. Egy pillanat, mert nincs a játékomnak hangja. Pánik! Oké. Na, halló, itt vagyok. Marian, itt van egy hajó, te vezes, légy. Ja, oké. Igen, én itt beszélgettem a csette, és tömtem a lyukakat, azt hittem, hogy csak a fort csinálta a lyukakat. Nem. De a hátsó. Nagyon szép. Szedd jobbra. Akkor egy pillanat, és mondom a dolgokat nektek. Ez egyenes. Meghaltunk kettő. Nice. Oks. Nice. Ebben nem sokat segítettem semmi ebbe baj. A harcba. Semmi baj. A jobbra szedted, azt tökéletesen csináltad. Hát köszönöm szépen, tehetségem van. Egyik élek. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Ez vagyok én, nagyon jó, jobbra húztam a hajót. Mindjárt a hangokat, mindent állítok. Átmentem. Meghaltam, de elsiettek. Esettek? Él az egyik, az fixen. Ha kinyitom neked a bejelentet, vagy kezedben. Szegényként még mert a vizet, más ilyet. Jó, de nem, valami volt valami a kezében. Szia, Geri! Mária, maradjunk felhúzva, mert... Oké. Okay. Nézem. Nézem jobban. Nem tudom beletenni, tele van. Meghal. Tehát bal oldalon nézi a Barbie? Nem, jobb oldalon nézi. Megyek akkor vissza, jó? Srácokhoz. Jó, köszönöm. Öksi, köszi a segítséget. Két fát meg öt kókusz magammal viszek, jó? Jó. Már nem úszok az. Hol van? Elment? Megöltem. Ja? Okés. Kettő. Na, tehát nem akkor nem még egyszer. Nem voltam, először is nem voltam, látom, nem. Hogy hangos a játék. Ja, nem. Ilyen kosztümösek voltak. Ilyen kosztümös volt. Ripper pizsamás? Á, nem. Valami más, ilyen vásárolt. Dark... Szóval. Hogy hívják? Hol tartottam? Szia Anita, szia Evelyn, szia Ákos, fáradt ma csak délben keltél? Hát egykor keltem, viszont 7-kor feküdtem le, és kb. Semmit nem aludtam, de nem baj, energiaitalt bekészítettem, amit már ezer éve nem ittem, úgyhogy most szabad. Szia Molnár Mika, és szia Geri, neked köszöntem már. Még egy kicsit lenémítom magam, vagy lesüketítem.
Na, szóval, Sea of Thieves stream lesz ma, mint látjátok, mert be... Szia, Retor! Szia! Estét, hölgyek! Urak, mi a téma a mai napra? Nem, mintha nem tudnám. Aj, sajnálom, Retor, hogy nem tudtál a mai nap folyamán jönni. Ugyanis... Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm Cartmannek a második hónapját. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a támogatást. Köszönöm szépen. Szóval, majd lehet benézek. Na, szuper! Hát figyelj, Retor, én max éjfélig vagyok, szóval akár az én helyemre is jössz, bár lehet, hogy Kyle jön a helyemre, hogyha akkor fog jönni, mert majd valamikor is becsatlakozik. Szóval, gyorsan mondom, mert nem akarom a csajokat magukra hagyni. Sea of Thieves stream lesz ma, mint láthatjátok. Már beszéltem róla nektek az előző streamben, hogy ez egy eléggé nagy kaliberű dolog lesz a mai, hiszen allianszozunk a többiekkel, aminek az a lényege, hogy bejöttünk 10, és majd 11-en leszünk egyébként, bejöttünk 11 szerverre, amit azt hittem, hogy órákba fog telni, hogy ez sikerüljön, mert ugye így egyszerre kell nyomni a play-re, stb. Viszont 10 perc alatt sikerült 3 hajót összehozni, és egy 10 fős allianzt, ami még sose sikerült nekünk, úgyhogy nagyon durva. És Lilivel, Barbival és Klauval, nem az én Klaummal, egy másik Klauval leszünk egy hajón, és majd külön szobában leszünk. Egyelőre még a többiekkel, a fiúkkal közös szobában vagyunk, nem tudom meddig, úgyhogy lehet, hogy kicsit így káosz lesz, több hangot fogtok hallani, de majd megpróbálok fontosabb beszélni hozzátok, és az a lényege a streamnek, vagy hát nem a streamnek, hanem az Alliance-nak, hogy ugye a nap végére minél több goldot tudjunk szerezni, ugyanis, hogyha Alliance-ban vagyunk, hogyha valaki nem ismerni a Sea of Thieves, ha Alliance-ban vagyunk, akkor ha mi adunk el, akkor a többi hajó, akikkel Alliance-ban vagyunk, a mi goldunk 50%-át megkapja, szóval segítsük egymást, és itt több milliót szoktunk ilyenkor szerezni. Cartman, nagyon szépen köszönöm a szebb giftet, amit Nightbotnak ajándékoztál, nagyon aranyos tőled. Szia Pancsa, szia Max, szia Émi, mi újság, hogy vagy? Na meséljetek, hogy hogy vagytok, Mizu, és akkor én meg visszamegyek közben a többiekhez, remélem mindenkinek értető, akkor így ez lesz a mai stream, és itt leszünk ilyen 11-ig vagy éjfélig. Ha elfáradok, akkor egy idő után lekapcsolom vagy a fényt, vagy lehet, hogy a kamerát is, de egyelőre így vagyunk. Na itt vagyok most már teljesen. Hello, hello. Ja, illetve mondjátok, hogy mindenkit jól hallottok-e, kinek a hangerein húzzak, kit halkítsak, játék jó-e, ilyesmi segítségeket elfogadok, köszönöm szépen. Hártan köszönöm szépen Stream Elements-nek a subgiftet, nagyon aranyos, amikor a troll, imádom. Megbeszéljük, hogy mikor adjunk el. Amikor úgy érztek, hogy nagyjából már kifolyóban vagyunk Ritual Schoolban, azért gondolom nézgetni fogjátok, hogy mikor tűnik el egy Fort of the Damned. Nem tudom, én szerintem jó, ha mondjuk hármasával hozzátok, vagy nem tudom. Az még lehet sok is. Az még lehet sok is. Miért jöttem ide le? Ja. Lehet, hogy ahogy érztek, aztán hogyha esetleg kifogyóban vagyunk, akkor majd szólunk és megkérdezlek titeket, hogy mennyi van nálatok, meg hogy éppen mit csinálunk. Mindjárt mondom egyébként, hogy mit csinálunk, meg Csubi, GL. Sziasztok, nektek is! Na most mentek el szerintem külön szobába a többiek. Aha, és hárman vagyunk. Na hát sziasztok, lányok! Hello! Hello, robotot felhozom a srácok. A Lili kicsit hang. Meghalok! Ne, miért vagy mindig öngyel? Várjál, feszedlek! Meghaltam és ezért kaptam 3000. Mit kaptál? 3000 pénzt. De miért? Nem, azt a robbantásért kaptad. Még robbantásért. Vagy hogy ilyen csoportot robbantod. Ááááá! Keng! Miért beszorultál? Lili? Jövök! Gyertek vissza a hajóra, majd én megcsinálom, jó? Nem, nagyon jók vagyunk ebben. Köszi! Csak most nem úgy tűnik. Nem az én hibám volt, jó? A skeletonok bodylockoltak. Bodylockoltak. Vagy bodyblockoltak. Nem vagy már egy bodylock. Jaj, szóval az a lényeg, mondom ja, nektek. Jaj, most sziasztok, chat!
Ezzel! Közben mondom a nézőknek, hogy ma mi World Eventilzni fogunk. Ami, hogyha valaki nem ismeri a Sea of Thieves-et, akkor azt jelenti, hogyha ugye van valami az égen, vagy egy szigeten, valami esemény, akkor ezt megcsináljuk, és a fiúk pedig, hát az egy részük Fort of the Damned-ezni fog, ami úgymond ugyanannak az eventnek a megismétlése. A másik hajó végül mit fog csinálni? Shrine-ok, treasure-ik, meg sea fortok. Igen, most meglepődtem, hogy kinek lett hirtelen ilyen férfias hangja. Annyi, a Tiskul of Destiny-tekkel mi lett, hogy ott elsüllyedtek? Ja, semmi, nem is ástam még ki. Ja? Igen, mert kérdeztük, és mondtad, hogy majd később elsúg ki. Ja, hogy igen, hogy mi? Igen. Kettőt tudtok hozni nekünk oda a Fort TD-re? Ja, majd ha arra visszatudjuk. Igen, csináljátok meg azt az eventet, utána meg megcsináljátok a Voyage-eket. Oké, és? Ja. Köszi. Kárt, hogy nagyon szépen... Értem a hajóra, nagyon szépen köszönöm, Cartman, amit a Vildának ajándékoztál, és Clownnak. De hát neki van, nem? Neki nincsen. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos vagy. Ha hova tűnt? Megettem. Na, hát a boss, így el szublimál. Megettem. Jó, megyek. Nem volt, de már van. Jé. Beszél mindenki, Impernál hangja jó, Smile kicsit halk, Barbika meg veszélyes. Ja, hát igen, őt nem lehet bekeverni rendesen. Kiebb tudjátok hozni egy kicsit, és akkor tudom lőni. Mi kattogod, Barbi? Ó! Mindig ellöpő. Szutyadáré, makaróni. Nem lát. Ja, ott van. Kerget. Van, ja. Nem látom az X-et. Na most. Jó, ugye. Akkor most mi el is. Várj, most lebukik. Ide jön. Addig felhúzom akkor a Lilit. Ó, nagyon messze mentél anyáitól, barát. Most csak lurkolni fogok, mert én shotozok. Jól van, Mati, sok sikert neked is a shotra. Szia, Himitsu, mi újság? Szia, Henny! Éppen utazom, így lehet el fogok menni a télerőm, de remélem megkaptad az e-mailem, illetve... Jaj, meg, Henny, majd válaszolok. Nagyon-nagyon sajnálom a dolgokat. Majd mindenképpen igen. Válaszolok. Hello. Annyi, hogyha láttok korall üzenetet a tart. És a közelben mondjuk, akkor légy szíves, sikítsatok, mert... Jó. Oké, és? Ez gyors volt. ...tudni ezt a bizarbaszt belőle. Oksa. Na, sok szerencsét minden. Nektek is. Köszi. Jó, Algát is feljebb húztam. Igazából így a fiúk, hogyha van bármi info, be fognak a mi szobánkba lépegetni. És mint most is. Végül miben maradtatok a fiúkkal? A giftekkel kapcsolatban? Mert hallottam, Lili, hogy mondod a Daninak, hogy nekem kéne a generous gift, csak pont nem volt, amit csak rajtam volt a füles. De hogy igazából most így az Allira mindegy, hogyha szeretnék ők, akkor nyugodtan csinálhatjuk a cserét. Hát, de nem csere lenne, hanem mi adjuk oda nekik, és ennyi. Vagy hát az, igen, úgy értem, igen, ja, igen. Hát de végülis az is izé commendation, és azt nehezebb is lesz megszerezni, úgyhogy szerintem az... Ja, meg hát még úgyis tök messze vagyok most, ez már nem azt nem szoroz. Meg látjuk egyáltalán mennyi lesz. Ez mi? Ez micsoda itt el? Van ásva valami? Hol? Nem hallom a hangját, teljesen úgy néz ki, mint hogyha itt el lenne. De!
Ja, mert van két küldünk ide most. De azt a homokban nem látni, nem? Hát, elvileg nem kéne látszódjon, de már a múltkor Flawol is néztük, hogy olyan, mint hogyha látszódna egyébként. Ilyen meg ezeket a regentbónokat is kérték az úri emberek. Azt komoly, a vesémet nem kérik. Ja, én is ezt mondtam. Aj, nincs itt a Klau kertben, sajnos. Az meg van ilyen, hogy adj oda... Szia, Suni, mi újság? ...másik teamnek talán vagy valami ilyesmi kérdezik. Uh-huh. Hogy arra is van commendation, hogy adjuk oda másnak. Na várjatok, még mindig nagyon halk. A Lili szerintem. Most hát, ha jó lesz. Nem baj, majd mi elkérjük tőlük az H-Stop Legendeket, mert hát arra is van commendation, hogy adod a másnak. Azt adom. Én most végig rossz helyre raktam a lootot? Uh-huh, hát nem baj, onnan is fel lehet húzni. Szia Balú kapitány, mi újság? Szia Pén! Úristen, de rég lettek, Pén! Amúgy behallottad a Levi? Uh-huh. Igen, Pén. De nem zavaró szerintem. Pedig még tökre fel is vett az érzékenységet és közelebb. A mikrofon. Jó, hát de ő kiabál. Én informatikai zseni vagyok. Ez az. És... Berobbantó itt a kégeket, jó? Mondom, nem akarjuk inni. Ó, akkor messengeren írok, Henny. Tessék, bocsánat. Kégeket akarjuk inni. Nem, köszönöm szépen. Ah! Jó, csak viccelem. Már megint felrobbant, Gatenő. Mi vagy te, Ádám? Zéjét, Marcsi, húznál. Rátetováljuk. Rátetováljuk a felkarodra. Persze. Tényleg? Micsoda az? A tornádó. Persze. Nagyon szépen köszönöm, Fény. Úristen, nagyon szeretem a tüzes tornádót is mostában. Nem tudom, olyan, mint hogyha sokkal ritkábban lenne, mint régen. Igen, mert mindig ez a szaros szar hajós izé van. Az igen. Hallod, Lili? Úristen, múltkor. Suni, köszöntöm neked? Szia, ha nem. Flameheartosnál. A Judit megöltük az utolsónál a boss. Aha, igen. És ugye nem adott semmit. Aha, igen. Tehát a többi. És nekem annyi volt a reakció, hogy alászalom, menjünk innen a picsába. Hú, de én nem szeretem azt az ívet. Mert ugye én kormányzok, és annyira unalmas. Kormányozni. Regenbont, azt rakjuk ki lenni. És amiket én pakoltam oda le, azokat... Átpakoltam. Jó. Ennyi ez a loot? Mindig meglepődök ezen. Minimalista. És ez a sloop, ez mit akart? Vagy hogy volt? Mert ugye... Hát ő csak így szerintem ide jött, hogy hello, vagyunk. Mizu! De a fortot akarták megcsinálni, vagy azért jöttek, hogy reaperek vagyunk? Nem tudom, hát akkor még már... Nem tudom, miért pont ránk ott volt két másik is. Nem, mert szerintem... Hát biztos, hogy azért... Hát tizen vagyunk, Süni. De akkor csajó, mi most World Eventet csinálunk? Barbie! Igen, Barbie! Micsoda megfigyelő képesség! Na most közelebb ment a Lili a mikrofon. Most lejjebb eszem. Ja, onnan miattat foglaltuk le? Ja, mert a közösbe kérdezték a Liliék, hogy fogunk-e World Event, vagy hogy mit fogunk mit csinálni, és mondtam, hogy hát a Barbie biztos, hogy a World Eventet nem engedi senki másnak, szóval ez el van döntve. Szia, Süni! Ugyan itt ez be, mint hogyha egy izé lenni terrorista. Hát az vagy! Mi a igaz? Amúgy ott van a slow. Meg ilyen? Az hát mi ez az ott? Ó, tényleg jönnek. Há, ez ugyanaz? Szóljunk a sajtos kiflinek, ő nagyon is volt. Nem, egyelőre nem kell szerintem. Hát, nem mondj neki ilyet, mert elbízza magát. Rakjuk jobbra a... Na fellőtt egy pirosat, nézd meg! Árbócokat. Agresszív! Hogy jön? Ok. Ok a szája. Gyere! Ok. Szóval tizen... Ja, hogy már ez az? Átmegyek, igen. Aha. Átmegyek a fiúkhoz, hogy... Segítsetek! Lányok vagyunk! Mi lányok nem vagyunk. Tudunk csinálni semmit egyedül! Megfotáltam az autót!
Na csak el tudom mondani, 10 vagyunk egyébként sűrni, csak a többiek más szobában vannak, ezen a hajó 3-an vagyunk, de a negyedik fő... Felküldött egy pirosat, hogy na most akkor... Mindjárt jön, vagy hát igazából 6 körül. Ja. Ez szóval Pain, még egyszer jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen. A 17. hónapot, és persze, mehet a tetoválás 20-án. Szia, Benz! Á, mondjunk elég közel. Igen, Gary, girl power van. Szia, Susu! Hello, hello, mi újság? A szívecske az azt jelenti, hogy beléphetnek az Alliance-ünkbe? Mert akkor igen, azt gyorsan vagyunk le. Igen. A szívecske. A szívecske. De most miért nem látom? Ja, látom őket. Hello! Mögöttünk vannak. Igen, de nem... Tehát most olyan, mintha csak elmennének. Ó, hát ez biztos valami hatalmas nagy taktika. Úristen, de ezek ugyanazok akkor, ugye? Ti is megállapítottátok már. Velem mindjárt megnézem. Én nem tudom, én sosem nézem meg a vitorlákat, meg ilyeneket. Arany. Voltak, hát a vitorla az arany volt. És oda mentek a fortra. Good tudom, for them! Na. Igen, szerintem csak így egy fenyegető lövést küldtek. Na, jó volt. Yes. Egy tridentünk van? Az a kiúszok. Ezt majd hagyjuk a bossra, nem? Mármint ugye a harmadik fázisra. Aha, igen. Értem én, értem én. Hagyjuk a bossra. Nem vagyunk nagyon messze a szigettel? De... Hát nem tudok parkolni, lány vagyok. Vagy értem, féltem közelebb jönni, mert lepatkázom a szigetet. Én egy évben kiúszom. Itt nem a túloldat. Mielőtt kezdtük, az egyik srác viccelődött ezzel, hogy a lányok nem tudnak vezetni, és most emiatt viccelődünk így. Szia, Heki, mi újság? Gyere közelebb, jeje. Na, szia Olga, itt is! Ja, kellünk beleszólni a PvP-be, akkor szerintem gyorsan oda tudunk kérni a briggel. Oké, és köszi, ha hallasz. Írt a chatemre az Olga, hogy hogyha kellenek PvP-re, akkor ide tudnak majd jönni. Ja, jó, jó. Gondolom, ők közel vannak hozzánk, nem néztem a térképet, hogy pontosan hol. A játék hangereje jó. Akkor segítsetek át majd. Jó, majd így csak belépek és így áááá! És aztán kilépek. Ez micsoda? Au. Ez nem igaz, a meleg férfiak sem tudnak vezetni, ja? True? Megkenombalaszhatjuk ezt is egyébként. Jó. Gyere csak ki, te. Azt írta a Bence, hogy ez nem igaz, mert ugye meleg férfiak se tudnak vezetni. Ja. Ja. Gyere ide, Lili, te hadd lője szét a pofának. Legjobb barátomé viszonylag napjából. Boldog születésnapot neki, Heki. Köszi, szia, szia. Hogy merészhet, nem mondtad le azt a szülinapi bulit. Szóval még mozog a hajó is. De megijedtem. Jó lenne, ha eltalálnám esetleg. I'm Captain Jack Sparrow. I'm Captain Jack Sparrow. Szóval elment a sloop, mert most nem látom. Elmászott az előbb. De miért küldte a piros flert? Lehet, tudom. Hogy fehéret akartak? Csak véletlenül hát, legyen. Nem volt piros, úgy mi fehérük, nem tudom. És egyébként ügyesek voltak, csak túlerőben voltunk? Nem, nem voltak ügyesek. Az a mázling, mert hát mi védtelen lányok mit se álltunk volna. Na jó, befejeztem. De kedvencem az volt, hogy nekem üvöltött a zene a fülembe, beszéltem közben a chathez, és csak így azt láttam, hogy egyre több lyuk van a hajón. A Lili szaladgál körülöttem, mondom, hogy még mindig lő a fort, de miért? És én csak így folytozok a szekendekkel, folytozok, fejövök a vizére, fedélzetre, és csak annyit láttam, hogy ott egy hajó. Hola? Hola, hola? Ja, itt. De idegesítő.
Csak viccelek! Beködözött titeket, nem is, csak így lövök a nevetek felé valahova. Meghalok? Nem? Visszahúzom partra, vagy mondjuk a Barbie-ra van most aggrózva szerintem. Ja. Várjátok, a chatet? Az hogy van a chat? Jól van a chat, minden oksi most, ugye? Majd szóltok, hogyha nem jó valami hang, vagy bármi. Nem találom el. Szia, SB, mi újság? És most ilyenkor hogy van? Hogy érzékeli, hogy csak hárman vagyunk Galleonon, vagy csak szimplán egy Galleon raspónol az élete, vagy hogy mondjam? Hát Dani azt mondta tegnap, hogy elvileg a FUTD-nél működik az, hogyha egy ember van kihasználva, akkor annyi HP-je lesz. Tehát, hogy, hogy embertől függ? Aha, igen. Aha. Tehát elvileg most azt is számít, hogy én itt vagyok. Mert hogy a hajón vagyok. Aztán nem tudom. Ja, hogy úgy? Aha. De ez érdekes, ez jó lenne, hogyha így lenne. De néha meg szerintem bugos, mert... Barbie, talán egyedül voltál, hogy nagyon sokáig tartott megölnöd ezt, ugyanezt a bosst? Igen. És meg nem egy... arra már rákezdtek, nem tudom, hogy valahonnan mondjuk. Még nem kezdődött el. A Bari is ezt mondta, hogy szerinte ez történt. De még nem volt a boss, nem, amikor a szigetre mentél. Mármint, hogy tudod, még csak izé az a sátánűzés ment, vagy mi? Hát akkor nem. Nem éri el a hajót? Nem. Béna. Köszi, Bence! Na mi újság? Nem meséltetek itt nice. Nagyon nekem. Gigi, még maradt is a Tridentben. Hogy szük tovább. Ja, mondjuk szerintem nem sok. Mi is megcsinálhatnánk egy shrine-t, vagy akik csinálják a shrine-t, ők elkérhetnénk egy pár Tridentet. Hát... Csak lemegyünk és elhozzuk a Trident. Jaj, de tudjátok, mit felejtettünk el? Azt mondta Dani, hogy a fort után... Küldi hoppát! Igen. Nem baj, közel volt az event! Meg ez ad? Pakolja, Küli? Van itt Ritual School, aha? Hát... Megfordulok. Megfordulok, és akkor majd mondom. Jó. De ott szerintem jó, ahol Marisál, mondjuk ott, ja. Ez ott egy szimpatikus pont. És nem azért, mert ott áll Maris. Maria, kell! Tessék! Maria, kell! Fújtam az orrom! Ja, lövöm? Nincsen lövedékem. Várjál csak egy kicsit. Remélem ez a ti sem lőttök itt a vízbe amúgy. Szóval, Süni, néztem én is az Ali, de sajnos nem tudok ilyen sokáig számítózni. Nem kötelező, én sem végig fogok maradni, szóval nálunk a lényeg igazából, hogy az emberek szóljanak, legyen tiszta az, hogy keg, legyen tiszta az, hogy az adott ember mettől meddig tud játszani, meddig tud jönni, mit szeretne csinálni, tehát hogyha valaki mindent rendesen lekommunikál, akkor semmi baj, így megszervezünk. Most én is úgy szóltam Daninak, hogy hamarabb elmegyek, nem leszek ilyen kettőig, háromig, hanem ugye 11-ig kb. Vagy éjfélig, és akkor a helyemre be fog jönni a Kyle, akinek meg pont jól jön. Minden megvan. A koponyákat direkt teszed külön amúgy, Lili? Mit? A koponyákat. Nem, a kicsiket rakom. Mert hogy külön, ő meg addig alszik, és akkor pont tud jönni éjszakára. Jó. Össze lehet ezt hozni. Szia, jó, Marci, mi újság? Jó, nem, csak akkor én is úgy csinálom, hogy direkt csinálod. Megnézzük meg, hogy a treasure chestekben vannak. Ezt a questet amúgy nem tudjuk levenni és újra visszarakni, mert lehet, hogy ez most messze lesz, mert még az outposton vettük fel. Hát elvileg azt már újra nem. Uh-huh. Melyik outposton voltunk? Ó, a világ végén amúgy. Igen. Galleon? Galleon. Igen, csöves részem, vagy itt ilyen csúnya részem. Csöves részem? Csak fél órát késtem. Még nem történt semmi. SB, mi újság?
Na jó. Na max veszünk egy másikat, tudunk közébe is. Outpostom. Szerintem ezért nem menjünk el semmiképp. Hogy micsoda? Hát tudunk outposton is venni azért. Majd nem muszáj a kapitányos fügyótól. Venni ilyen küldit, lent Athénába is lehet venni. Az egy... Port of Fortune, vagy egy... vagy a Danieknek a fortja? Az a fort. Ja jó, de ott látom mellette van még egy sima fort. Ja, igen. Én nem látom, hol? Ott jobbra a fortot, de nem tudom. Felhúzom már is Stécit, jobbra. Uh-huh. Arra van a koponya is, nézd pont szemben. Ja, látom. Mert mint amúgy azért nem látom a sima fortot. Én vak vagyok? Vak vagy, mert ott van tőle jobbra. Nekem egy fekete paca van ott. Hát én megnézem most. Ja, látom, látom, de nézd meg, ne nézd meg. Látom. Annyira kicsi, és távolabban, nem tudom, ott a fekete foltnál kerestem. Én itt közben hárponnal megöltöm a smoke. Szerintem szavazzuk le ezt, aztán max vesztünk másikát, úgy van. Meg ilyen school test is tudunk még, bár én felszavaztam náluk. Akkor Rip Barbie-nak a kék pontjai. Igen. De van még egy, az hogyha most felteszem, akkor az ide valahova. Elvileg valahol ide kéne rakja, igen. Jó, akkor ezt leteszem most. Ó, ott hagytunk egy ásást a forton, na mindegy. Na, mindegy. Úgyis egy keg lett volna. Jó. Oké, akkor vezetek. Jó, most akkor először. Amúgy ha visszarakom magam, mert most pushtutalkon vagyok, ha visszarakom magam automatára, akkor titeket nem zavar, ha néha a chathez beszélek? Mondjátok nyugodtan, ha igen. Jó. Oksi, oksi. Én is beszélek néha a chathez. Nyugodtan. Mert már most fáj a hüvelykújjam az altnak a lenyomásától. Szia Heki mama, szia Alfanez, szia Bence, szia mindenki. Nincs is itt az Alfanez. Nem is nézed a chathez, most csak nem. Én nem nézem a csetet, csak olyan embereknek a nevét mondtam, akik általában itt szoktak lenni. Hát a Heki legjobb barátnőjének most szülinapja van, úgyhogy most csak beköszönt. Az Alfanesz meg nincs itt mostában, késve jön. De itt a Süni, neki köszönöm. Jaj, lehet, hogy lesz egy koc. Ugyan, de nem... De hogy lesz? Milyen koc? Nem kell Barbesz, meg van. Nincs itt semmiféle koc. Szóval itt van a Süni, aki yes, szintén Süni. Streamer egyébként, hogyha nem ismernétek, csekkoljátok le mindenképpen. Sotozni szokott mostában, ő is amellett rajzol. Igen, beszéltük tegnap, hogy jöhetne Allira, de mondta, hogy neki olyan sokáig nem jó, aztán meglátjuk, hogy hogy lesz hely, meg ilyenek. Ja, én is mondtam neki múltkor, hogy jöjjenek majd a Lizzy, de akkor még arra mondtam, hogy... folyamatosan elsülyeztették őket, amikor toltélezni akartak. És mondtam, hogy biztos Danival meg lehet beszélni, hogy egyszer, hogyha allizunk, akkor bejönnének toltélezni, de aztán végigcsinálták azt hiszem a toltéleket már. Végig szenvedték, úgyhogy csórokat tényleg folyton elsülyeztették közben. De most meg mondtam egyébként neki, hogy attól függetlenül, hogy nem tud végigmaradni, meg lehet beszélni, hát most én is ugye szóltam előre a Daninak. Az a briga, a többi, ja nem, az még mindig a sloop. De te hova mész, Mérike? Tessék? Hova mész? Olyan korán? Holnap megyünk kirándulni, úgyhogy fel kell... Hova? Balcsira megyünk, úgyhogy fel kell kelni 9-kor. Úgyhogy, hát nem tudom, valamikor 11 meg és éjfél között megyek. Na, átrakom magam. Nem fog menni, mert lehet, hogy véletlen beütök az arcába. Jajjaj. Oké. Oké. Most viszont lehet, hogy ez a sloop az ránk jön, mert olyan, mintha így össze akarna velünk találkozni, amerre megyünk. Most ez nem tudom, hogy ugyanaz a sloop. Az aranyvitorlás? Megnézem, hogy mi volt ide a lássa. Kő. Hm? Ó! Oh!
Egy nagyon very good nagy kő. Annyira ráfókuszáltam az izére. A sloopra. Néztem, hogy milyen színű a vitorlájuk, de még nem lehet látni. Van kulcsunk ez a chesthez? Egy volt, amit a forton kaptunk, azt én már ki is nyitottam. Fort kulcs, hozzá kulcsunk, úgyhogy elásom vissza. Hát Bence, többet most már legalábbis mossában nem csinálok olyat, hogy fennmaradok éjszaka, mert nagyon szenvedős volt a múltkor is. Főleg de még kirándulás előtt nagyon sokat fogunk holnap gyalogolni. Itt hagytunk egy aranybigyót. Mit? Egy kis csetreszt. Hú, de közel vannak, lőnek ránk, igen, ugyanazok. Hú, ezt most jövök. De nem kell szólni egyelőre. Nem volt, amit csináltak, szóval igazából mindegy. Nem tudom, harpoonozni akartak. Jobbra itt ez az amúgy. Igen? Egy, aha. Hát csak most mit csináljunk, megálljunk? Persze. Jövök itt vagyok. Jó, van, nagyon nagy fakszúak vagyunk. Állj be egy kicsit jobbra. Jó, csak húzom a hátsót. Mondjuk a középsőt kéne. Nem mindegy. Itt vagyok. Hogy érted, Süni, hogy a többit nem mertét, hogy végigvittétek a taltéleket, de a többit még nem mertük elkezdeni? Ja, a Jack Sparrow-sat meg ezeket? Hát én így beállok, és akkor ha jönnek, akkor tudjuk őket sorozni esetleg. Hol vannak? Jobbra. Mögöttünk. Hát most már jobbra. Mert megfordultam. Csak mondjuk inkább úgy kéne, hogy el tudjak indulni, ha baj van. Visszahúzom egy kicsit balra. Megölöm azt a sellőt. Vagy Barbika megöli. Uh-huh. Igen, a Jack Sparrow. Háromat akarok, adjál hármat! Meg ami a vulkános szigeteken van. Ez. Lili! Látom, én vagyok egy jósnő. Igen, te lenni jósnő. Itt egy fásláda. Hova tűnt a... Hova tűnt a sloop? Megint vak vagyok? Nem tudom, én is látom. Konkrétan elszublimáltak, vet? Igen, de az a... Ja nem, ott vannak, csak nagyon nagy a köd. Nem tudom, most szerintem ők mennek el. A rózsaszín csonti jött ide. Ez kemény. Mi a fasz? Meg piros. Ó, van pont rózsaszín lámpám. Jaj, tudom, Süni, mire gondolsz. De az nem toltél, nem? Az mi is? Azt az első héten csináltuk, Barbie, ami a vulkános... szigeteken. Ja, az nem toltél, igen. Az mi pontosan? Nem tudom, de az nem toltél elvileg. Ja, ott a körsz miatt háromszor kell végig mennetek azon a pályán, Süni. Puszpán éri. Meg, tehát azt ajánlom egyébként, hogy izé alapján csináljátok. Tudom, hogy nem szeretitek, de guide alapján legalább a második két alkalommal, mert hogy meglegyen minden journal, meg minden achievement, hogy megkapjátok mindenképpen azt a curse-t. Tehát ha ti szeretnétek guide nélkül, akkor először azt megcsináljátok, hogy fun legyen, de másodjára vagy harmadjára csináljátok szerintem guide-a. Először menjünk ide balra, az outpostra, és akkor vegyünk még. Jó. Nem? Oksi. Hát akkor eladjuk a Chest of Rage-et. Ja. Akkor ez csak ilyen küldi. Hát egy ilyen... Olyasmit... Ilyen ügyességi pálya inkább. Igen, olyat képzelj el, mint a, tudod, volt ez a tricksteres toltél, amikor felrobbantatok a keggel egyszer véletlenül. Olyasmit, csak itt inkább ilyen tűzcsóvákat kell így kikerülgetni, meg szerintem azért talán könnyebb, mint ez a tricksteres. De hogy minek
lehet ezt nevezni, a játékban amúgy nem tudom, mert nem taltél. Azt már nem is emlékszem, hogy hogy lehet elkezdeni, hogy milyen questtel. Fú, megint tök rossz helyen van a fókusz, várjatok. Szerintem majd... nem tudom. Lehet ebből enkorra lesz, igen. Jó. Azért felhúzom, mert nem menjünk majd. Ó, oh, belekapott a szél. Uh-huh. Szia, barack! Még egy kicsit kapd át, jó. Húha. Hát nem mostanában voltam itt, Mogma 8, ahol az életem egy kicsit más fordulatot vett, és nem jutottam el idáig. Jó, de most itt vagyok és örülök, hogy itt lehetek Mogma 8 LMBTQ, Mogma 8 kis Mogma 8 Barbie. A Skulls test viszont tud valaki venni, ezt akkor vigyük azt is, nekik tudjuk le. Mert én vettem ott a hajón. Marci megveszi, beáldozod a lédet. Be, csak most gondolkoztam, hogy melyik az a Skulls-es, a sima, a rituál? A labimás 40 és... Jó. Ja. Dávid, hát nagyon szépen köszönöm a 26. hónapodat, és újfent az extra kedves szavakat, köszönöm szépen. Mi újság? Azt mondja a Süni, hogy a Wild Rose Saltért is aztán segített Vassador. Hát Vassador ott segít, ahol tud, meg ahol lányok vannak. Azt mondja... Skulls-tes. Hova mész? Kész szuplizni? Nem, lent lehet menni elvileg még ilyen kapitányos küld. Ja. Szia, Snoopy, mi újság? Már azt nem tudom, hogy én tudok-e fent így kapitányos küldit venni. Szia, Mort. Igaz, igaz. Akkor most mit rak? Felrakjam a ritsuán? Hol van ez? Itt... és... itt. Ja, mész? Várok már a Diablo 4-re nagyon. Na, mikor jön ki rendesen? Nekem már másodikán. Na, szuper. Nagyon be vannak sózva az emberek. Lili, te szereted a Diablót? Én nem játszottam vele sose. Tényleg, gyerekként sem? Nem. Én online-oztam, tudod. Ez az, ez az. Tudod, mi a jó? Én Super Mario-oztam. Az is jó. Na jó, én az is jó. Az is jó. Miri Mária? Na. Benhúzások. Hát még messze vagy, testvér. Én gyerekként diablóztam, meg minden, ami ilyen hasonló játék volt, viszont... mitől megyünk? De hát nincs rendesen felhúzva. Mi volt ez a lövés? Ez elég közel volt ez a lövés. Ó, oh, a briget, brigunkat megmattam. A brigen van sajtos kifli? Nem. Galleonon mondanék. Sajtos kifli! Sajtos kifli! Szóval nagyon szerettem a Diablót így gyerekként, de most valamiért felnőttként annyira nem bírok játszani ezekkel az ilyen sötét kinézetű, melankolikus játékokkal, vagy hogy mondjam, azért is szerettem a Lost Ark-ot, mert ott az olyan kis vidámabb, olyan modernebb, lehetsz bikiniben, a tengerparton, meg mit tudom, én nem megy el, nem leszek tőle depressziós. Szóval én ezeket, ahogy hívják a Dark Souls, meg ilyen játékokat is
van erre egy ilyen kifejezés. Na mindegy, szóval azokat se szeretem. Ja, én se egyébként. Amint úgy nincs bajom vele, csak játszom vele, aki akar. Köszi Geri a 200 bitet, nagyon aranyos, hogy köszönöm szépen. Lélekölő, amit keresel? Igen. De van valami szó rá. Valami stílus, csak nem tudom, hogy... Lili, most mit csinálsz? Vettem ilyen kapitányos izét. Ja, jó. Souls, igen, ennyi, csak a megnevezés, hogy Souls, Gamex, Souls-like. Pedig azt írják hárman is. Igen. Én azt hittem másra gondolsz. Igen, mint az Elden Ring, meg a Dark Souls, hogy akkor csak egy olyan Souls. Mi a Dark Souls-ról kapta a nevét, vagy mi? Felhettem azt. Ja, jó. Balra. Uh-huh. Azok a Dark Souls gémek, de hát az egy játék. Houston, baj van? Dehogy van. Várjál, ne, Barbie, ez nem jó, mert visszahúzom itt a szigetre. Kicsit menjünk egyenesen ki. De most már jó? Most húzhatod, igen. De nem tudom kiszopni a boss. Leventétől annyit lehetett haladni. Nem tudom kiszopni a boss. Igen. Várjál, kiszopom. Nem. Babazik közben? Vagy virajzingozik? Virajzingozik, aha. Ja, írta nekem, hogy nagyon, nagyon élvezi, nagyon jó, meg másra is azt hallottam, nem tudom, itt vagy még Émi, őt néztem hajnalban. És nekik is nagyon tetszik, az új patch, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Valami update jött hozzá. Igen, de azt hiszem a QTM-ék meg DLC-nek hívták, az meg ugye a kiegészítőt jelenti. Amúgy lehet? Nem tudom. Úristenem! Vettem ilyen halapenyós sajtos magyarót. Mindjárt meghalok annyira csípős. Hm. És szerintem ez lesz, ne? Nem. Szerintem... Vagy de? Akkor... Ankor. Ja. Azt hittem simán a szerepjátékokra gondolsz egyébként. Szerepjátékok? Aha, hogy az. Mármint, hogy... Hogy ez a Dark Souls is, meg az Elden Ring. Ja. Nem, arra gondoltam, hogy van egy kifejezése, hogy mikor ilyen valami... Tehát, hogy mikor ilyen lehangoló egy játék. Ja. Én úgy hívom, de ugye mikor egy sötét. Ez a sok kis Dávid! Nagyon-nagyon szépen köszönöm az öt sub giftet. Köszönöm, amit Dominikának, Harrynek, Ninjának, SB-nek és Jodának ajándékoztál. Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönöm a giga támogatásodat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon sokat jelent nekem. Nem tudom közelebb jönni, mert... Van ilyen grobos lány, de leankoroztunk, de visszahúzom a vitorlákat, és akkor felhúzom. Tehát egy óra múlva ott találkozunk. Hát... én úgy voltam vele, hogy hát, hogy három óra lesz, még sikerül összehozni a hajókat, szóval... nem sokat leszünk hárman, és majd a Klau jön hatkor, vagy fél hatkor. De konkrétan már úgy fog jönni a Klau, hogy itt lesz neki egy milla loot. Hát, szia Patex, mi újság? Na, kapom. Balra jössz, hogy neked jobbra, akkor fel tudnak húzni. Nem.
kapunk egy definíciót. Souls-like, Souls-gémek, mindkét elnevezés tökéletes rá. Demon's Souls, a Dark Souls elődje volt az első népszerű alkotás ebben a műfajban, és mondhatni erről és a Dark Souls első részéről jött ennek a műfajnak a kategória neve. Köszönjük szépen, Patex! Na, nagyon messze van. Úgyhogy kicsit közelebb búszok vele. Ó, itt van egy berúgós is. Igen. Én nem tudom, Snoopy a Moncsi mit csinál az emótjaival. De a high emót az nekem folyton eltűnik, meg visszajön, eltűnik, visszajön. Ja, hát az is lehet egy probléma, ha nem vagy szabos nála. Még mindig közelebb kell menni? Közelebb hozom most, már mindegy. Szia, Bátor Attila, mi újság? Király. És akkor most menj... A Daniékhoz, és akkor utána visz. Jó, az a seggünkben van. Ja, hogy megyünk a... Igen, igen, igen. És a, van egy Zayshire Fire, egy... szerintem az a Snoop amúgy. Most akadozott a hangot, szerintem messze vagy a mikrofontól, mert és be van állítva a szűrő. Leszarom. Konkrétan ez a tip. Nem, azt akarom mondani, hogy... hogy szóval, az Ancient Spire-on van egy emisztery sloop, és de a Sovereign-nél áll, szóval most ad el. És szerintem az az a sloop, akik ránk jöttek. Aha. Na, szuper, jó pihit Attila. Próbálok kitartani a Diablo 4-ig, és ott tartani egy másfél hetes munkaszünetet. Szerencsére már nincs sok hátra. Amikor egy játékhoz igazítod a munkaszünetet. Úgyis mondanék vele lesz a event is. Igen? Ja, tényleg, igen. Ezt már megbeszéltük. Annyira nem bennem, hogy elszponnol, amire odaérünk. Ja, én se. Csak ne egy izé, Heart Flame, vagy Flame Heart jöjjön a helyére. Jó. Ne vonzad be. Szia, Tiki, Taki, mennyire más a Barbie-nak a hangja? Mihez képest? Lehet ahhoz képest, hogy hello my friendek, hogy vagyunk, hogy vagyunk? Ebben a videóban. Az annyira vicces, akkor azt mondják páron, hogy hát de élőben nem is úgy beszél, mint a videóiban, és akkor így elképzelem, hogy így mit várnak, amikor itt találkozunk. Sziasztok! Maris vagyok! Ja, értem, Patex, hát ez így make sense. Szupi, szupi. Majd jó szórakozást a Diablohoz. Azok... Az mi az a sloop? Szembe velünk. Az nem egy sloop. De. Az hát egy... Melyen nézem. Akkor lehet, hogy inkább mégsem nézem. Valami The Silence nevű hajó. Kéj... a kapitány. Nézd meg! Nekem nem jön ki, nem most. The Silence. Okr! Kéj! Krr! Krr! Barbie hangja akkor a legjobb, amikor Mario énekel. Köszönöm a figyelmet, azt mondja a Bence. Ó, mi nálunk. Ilyen az, amikor hallod? Indulunk. Ez megy a fejemben két napja, úgyhogy köszönöm szépen. Az öcskösök hívtak már.
Hogy válnak egy üveg viszkiben? Amúgy szerintem ezek a Danielkra mennek, nem? Ha igen, el lesz kenve a szájuk. Nem, mert Daniék balra vannak, ők meg jobbra mennek. Ja? Vagyis jobb jött Barbie! Pont szembe, ugye? Szembe szélve a kontorlé. De ezeknek emisszeria sincsen. Ugye? Vagy még innen nem látni? Most nem. Innen látni kéne. Nincs nekik. De mondom, négy emberes lesz. Na bazd meg, most megint a Mário megy a fejembe. Ördgűzés kell a fejedben. Igen. Annyira idióta szövege van. A demonologista nem gondolkodtál? Játssza le a demonologista. Én rá annyira rá akarom venni, de nem csinálja. Miért nem? De szeretném, csak nincs kivel. Na. A Levivel? Na, Levinek le van töltve. Hát de ketten elegek vagyunk rá, hát négy ember kell, nem? Még tegnap előtt nem volt meg. Most már megvan, meg ilyenek is megvan, úgyhogy... Jó. Mennyibe kerül? 16 euró. Azt hittem 16 ezer. Nagyon fosatos, imádni fogom nézni azt a streamet. De jó. De Barbie, nem rá kell tukmálni, hogy játszom vele, hanem élni kell játszom. Igen. De én letöltöttem, mert a Levi nagyon akart vele játszani, és én letöltöttem, jó? Csak mármint megvetted? Mert úgy beszartam, ja. Hogy... Tényleg Gryffindor-t? Én ezt nem. Aha. Dehogy nem, négyen jó lesz. Négyen nem sírom. Olyan ijesztő, mint izé. Hát most már, hogy néztem róla tudod gameplay, most már nekem nem lesz olyan ijesztő, de nagyon akarom látni, hogy a Mariannak milyen az első reakciója rá. De most már fazmósolt-e? Fazmótól se félek. Hogy Tamás jó szerint visított, kinyomta a magas C-t Tamás. Arra kíváncsi vagyok. Született róla egy pár klip, majd nézzük. Jó. Direkt nem néztem eddig ezeket a streamjeit, hogy ne legyen spoiler nekem, ugye unblock a játékról, hogy milyen jumpscare-ek vannak benne. Még nem láttam egyáltalán. Lövöldözés van a fiúktól. Lövik a... mondjuk a boss-t, azt nem lövik. Itt valaki elsüllyed, hello? Vagy ez mi? Nem tudom, húzom a izét, nehogy nekik menjünk. Mi, sok loot volt, megálljak? Lehet, hogy csak hordók voltak. De ja. Lehet, hogy csak kilőtték magukat egyébként. Messze vagyunk. Még eléggé. Térképen olyan közelinek tűnt. Inkább az elsőt húzom fel, és akkor a középsőt meg le. Szia Sophie, mi újság? Ez melyik játék? Olyan, mint a Phasmophobia, csak több mindent lehet benne csinálni. Igen. Sokkal ijesztőbb, mint a Phasm. Szellemírtós horror. De. Ja, tízi játék, jó. Ja, nekünk lövöldöztek? Aha. Eddig nem lehetett látni a tízi játékot. Ja, már felhúztuk mindegy, jó, akkor ezt visszaengedem. Bemenjünk hozzájuk? Vagy csak lerakjuk? Igazából van egy robotunk, szerintem pakoljuk fel rá a négy koponyát, azt dobjuk le nekik, hogy sziasztok. Jó. Jaj, de beszartam! How? Nekem nincsen izém, voice chat-em, valami történt vele. Ahoj. Eldobom a robotot akkor? A Humble Gift-et meg a Regent Bond. Igen, szerintem nem. Jó. No, leestem! Mit? Ez mi volt? Mi
Lili! Barbie! Azt te voltál! Én mi? A másik a kajó ez vagyok. Ez volt? Visszarántódott mi? A robot, miközben vesztem. Na én meg ne- a hajó elejében voltam. Várjál, leszedem csak... Jaj! Szerintem bugos, mert ráállok, és így remeg az egész. Úristen, bugos! Te hallod, éppen neveztem bele, és egyszer csak így felrántódott. Rászkódik az egész, basszus. Aj, ne! Aha. Én le se tudok ül... hova mentek? A Lili csak egy fej. Nézzétek a streamet! Ez az... Nem lók ki a testem? Essen kulcsot is kellett volna hoznunk? Kérdezi a Dani, hogy van-e? Oh, mi az? Ne lopjatok már el! Lehet, hogy bagos lesz a róba. Én nem tudok leülni, úgyhogy vissza kell jönnöd, Lili. Jó. Várjál, megúrdom. Visszamászok, csak felhúztak. Na jó. Jó, ketten nálunk nem tudjuk vezetni, csak én, de engem megállapodtál a hajóra. Te csak egy sapka, sajtos kifli. Barbie, fel tudsz húzni? Aha. Ezt a pugos fest. Kulcsot, akkor nyissuk ki. Jó. Mondom, ez már ott érdekes volt, hogy leültem, elvesztem, és egyszer csak így berepült vissza a helyére, én meg ki a... És így Barbie! Oh. Meg konkrétan ott voltam a hajójukon, amit azt csináltam. Bocsi! Te szoktál uncutkodni. Everything is okay. Vibrál, igen, Balú. Szia, Pumpkin Cat! Intruder! Meg kell ölni! Kit engem? Ne! Én lány vagyok! Felhúztál a hajónkra. Ja, akkor mindegy. De ott én fiú vagyok. Ja. Do you wanna build snowman? Hol a koponya? Látjátok? Szembe velünk. Igen, jó. Szembe. Jó. Maris, mi van? Nyisd ki a szemem. Jó, bocsánat. Nem, de neki nincsen. Szerinted vele milyen lehet elveszett hajós questet csinálni? Fak az ember. Hát de nézzétek már meg, mennyit látok így vitorla mögül. Mária. Na, gyere ide. Nem tudsz arrébb állni. Látod a koponyát? Én innen látom teljesen. Aha, igen. Te is látod? Én is látom, igen. Nagyon hát, sokat. Mind a ketten látjuk a Lili, mert te meg nem. Hát most ez nem mit kezdeni, Mariset. Az is ilyen horror játék, amiben meg kellett javítani valami gépet, de közben lehet kergetni azt éppen, aki éppen szerel. Most mire írod meg, mert a Demonologist, vagy hogy hívják, az nem ilyen. Az a, mit mondasz, ez a Prop Night, meg a... Vagy hát igazából nem tudom, de gondolom nem ilyen, hogy szerelni kell, nem, Lili? Nem. A Prop Night-ról beszél, vagy a Dead by Daylight-ról, mert az még ijesztő amúgy. Igen. De a Demonologist az... az ilyen szellemvadászós, mint a Phasmo. Ó, ez amúgy tök messze lesz, most megnyom. Na jó. Amúgy itt mi van? Ez itt Shrine vagy Treasury? Mert a Treasury nem megyünk le, izéért, Trident? Shrine, akkor mindegy. Shrine. Shrine. Sorry, I don't have it.
Jó van. Itt valorantoztunk, és Barbie Sage volt, és kértek tőle healt, és valamiért így mondta be a voice chatbe a Barbie, hogy sorry, I don't have it. Mondjuk voltak ilyen pillanataim, mikor valakit lekéseltek, aki velünk játszott, és azt akartam megkérdezni, hogy hol késelték meg, vagy nem is tudom már mit, és azt kérdezem, hogy... Az nagyon jó! Lili! Mit mondtam? Mit mondtam, nem értettem? Mit mondtál neki? Azt kérdezem, hogy where did you knife you? Where did you knife you? Ott akkor annyira mi? És, mert egy olyan csajjal voltunk, akivel így néha-néha valorantoztunk, mert nem is tudom, hogy hol lakik, melyik országban, de hogy így a voice chatben néha beszélgettünk angolul, és csak annyit hallott, hogy mi négyen is szakadunk a röhögésről, és így nem értette, hogy miért, és mondtam neki, hogy nagyon nagy fasságot mondtam. Meg egyszer mondtam a csapattársamnak, azt akartam mondani neki, hogy ilyen nagy fegyvert nem tudok venni, mint a Vandál. Úristen, de megijedtem, egy hangot betoltak. Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy nem tudok ilyen nagy fegyvert venni, mint a Vandál, meg a Phantom, meg ilyesmi, de hogy tudok ilyen kisebbet, mint a Spectre például. És akkor azt mondtam, hogy I can buy you a little weapon! És a Máté meg ezer Én lennék kicsi kínai! Olyan jó, hogy megcsináltam az emelt tankol érettségit, tudom, mit kamatozzati a tudásomat. Vagy nyelvvizsgálom is, tök jó. Rácsa! Barnacle, ugye? Barnacle. Abban majd akarok egy ilyen hangot berakni. Én egy 27 éves nő vagyok. Ilyen blurp hangot, és akkor ezt tudják használni, hogy találunk egyet. Szia, Henny! Mi újság? Köszönöm egyébként a hangod Bencének. Ez mi volt? Ez te voltál, Barbie? Micsoda? Ez az elefánt hang. Igen. Én orfújásnak hívnám, de mindegy. Mi? Nagyon berúgtál tegnap, Barbika? Igen. Na, akkor nem is fogsz már... mesélni, hogy miket csináltál? Nem, már kezdek amúgy magamhoz térni. Most kezdesz kihozanodni? Hát, hogy így tudod, most így már jobban vagyok, vagy nem tudom, hogy mondjam. Mennyit aludtatok? Mert láttam a Levit reggel bejelentkezett a Lost Ark-ba még. Ó, hát ő valami 8:50 volt, vagy valami. Ja, de te nem. Ez most mi volt? Ja, mi? Utólag jelent meg nekem a Harpoonon a Beryl. Ilyen kis random loot. Velünk is minden rendben, Henny. Én fáradt vagyok amúgy, de mindjárt megiszom az energiaitalt. Ugyanez van, most emelt hangon. Most milyen jó volt, úristen, hogy ilyen hamar összejött. Hát nagyon, és nem is értettem, hogy senki nem újjongott. Így harmadjára sikerült a három hajó, harmadik próbálkozásra, és így mindenki, na szuper, akkor menjünk gyorsan. Én meg így, mi? Én meg így, mi a fasz? Hát igen, mert amikor az első, vagy második próbálkozásra már négyünket összedobott, ott már gyanús volt, hogy szamar meg lett. Mármint, hogy úgy négyünket, hogy kettő-kettő ember. Jaj, hát azért... Én nekem nem volt ennyi reményem. Amúgy nekem se, én azt hittem, hogy itt fogunk ülni legalább két órát. Hát ja. Nem, még én is azt hittem, csak ott már... Klau el se fogja hinni. Ja, értem. Ja. Először én is azt hittem, azt hiszem, már nem. Hát nem. Nagyon jó kisem. Lehet, hogy hamar húztam fel. Ja, ujj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 j
emlékszel, amúgy hihetetlen. Azt kérdezi a Bence, hogy nem ettél Pizza King-es pizzát egy robogon? Ó, úristen. Egyszer raktunk ki egy ilyen sztorit. Az esküvőn.
Miért nem? Ah, nem tudom. Amúgy láttam most egy olyat TikTokon, hogy a... mondta egy csaj az esküvőjükön. Rendeltek az éjféli kaja, McDonald's volt, és amúgy ez szerintem kurva jó ötlet. Igen. Az én esküvőmön az lesz. Ez kélel. Hogy már mindenki részeg volt, és hogy nagyon örült mindenkinek így. Nagyon is örülnék. Hát mondjuk az a... az a magyar szokás is tök jó, amire én egyébként tök sokáig nem is tudtam, hogy töltött káposzta meg pörkölt, vagy hogy van? Pörkölt van hajnali háromkor, töltött káposzta éjfélkor, vagy hogy szokott lenni? Jaj, nagyon rossz helyre bért, de nem tudom egyébként. Ja, hogy itt előttünk van egy ilyen. Azt akartam mondani, hogy itt pont jó. Jó, jó. Csak elindulni nem fogunk sehova, úgyhogy szerintem álljunk át a túloldalra, amúgy is ott kell itt. Jó. Ki akadt? Még nem? Lehet, hogy ilyen fotografikus memóriád van, Bence. Ja, meg leúsztam a hátsót. Ja, nem baj, úgyis itt. Keg, very much. Fú, lolozol, Snoopy. Hát, kitartást az idegrendszerednek. Húha. Középsőt felrántom. Úr, Isten, Bartics! Nem, most nem én voltam. Ja, várjál, még menjünk kicsit tovább ott a túloldalára teljesen. Ja, azt hittem, hogy itt jók vagyunk. Sajnos. Ez mi volt ez a hang? Miért adnak el tridentet? Nem tudom, de... box lesz. De... what? Úgy vasz. Lesz volt. Mennyi tridentet eladnak? Miért adnak el tridenteket? Mi a fasz? Trading postnál. Mondjuk nagyon messze vannak tőlünk. De hát a fortra vihették volna a Danieknek. Mert azzal is lehet húzni a Hunter-szkart? Hát szerintem igen. Azért ja, nem mert azt húzza most valaki, már nem emlékszem ki mondta. Mindegy, majd lesz. Szia, Moncsi, mi újság? Hogy vagy? Na, én is kimegyek. Jó. Velem azért kell vigyázni, egy kész, egy terrás memória vagyok, azt mondja a Bence. A Black Mirrornak volt egy olyan epizódja, hogy... ez itt mi ez a random keg? A levegőbe. Ez volt az epizód címe? Nem! Meghaltam, amint kijöttem. Szóval, hogy... az lett a lényege, hogy egy olyan futurisztikus világban játszódott, köszönöm az az epizód, hogy mindenkinek egy ilyen kameraszerűség volt a személybe beépítve. Ja, vágom, igen. Ja, te is nézted Black Mirror? Igen, ez még a második, harmadik, negyedik rész körül volt. Én nagyon az elején, nem? Igen, az első évad, én azt hittem, hogy a második. Szerintem ott volt. És és hamarosan jön a következő évad, nagyon várom már. Most... a hanyadik jön, mert én az ötnél leragadtam. Hetedik? Azt hiszem a Miley Cyrus a hatodik. Na, az az ötödik volt szerintem. Ja, akkor a hatodik jön most. Akkor jó, akkor nem maradtam. Köszönöm, Henny, a három bitet. Szóval mindenkinek a szemében volt, vagy hát gondolom, aki akarta egy ilyen beépített
kamera, és akkor letudtad magadnak, letudtál bármilyen eseményt, amit megéltél az életedben, azt így letudtad játszani magadnak. És egy párt mutattak be, hogy igazából milyen negatív következményei vannak ennek, meg hogyha veszekedtek, akkor úgy igazolta az igazát az adott ember, hogy így ki, ja, mert ki is lehetett vetíteni ezeket a memóriákat, vagy ezeket az emlékeket, és akkor így kivetítette a falra, hogy a veszekedés az hogy történt, és hogy neki van igaza. Meg ami durva volt, hogy így már rég együtt voltak, egy házaspárról szólt, és úgy szexeltek, hogy mind a ketten az első szexuális élményüket egymással azt arra gondoltak vissza. És akkor így közben így azt nézték, mikor még kapcsolatuk elején voltak, hogy akkor hogy szexeltek, mert hogy akkor gondolom így izgalmasabb volt még, meg jobb volt, meg mit tudom én. Az a kár amúgy a Black Mirror-ra kapcsolatban, annyira undorító kegek, az első rész, hogy nagyon sok embert az így... Igen. Elriaszt. Melyik is nekem... volt az első? A disznós. A malacos, igen. Ja. Nekem azon... direkt mutatta ismerős, hogy a biciklizőset mutatta először, tudod? Aha, én is amúgy mindenkinek azt mondom, hogy kezd el, de hogy mivel úgysem függenek össze a részek, ezért az elsőt azt hagyd ki mindenképpen, mert nem, még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy hát az első rész az kurva jó. Mert mint, hogy jó üzenete van, de ettől függetlenül nem jó nézni, mert undorító. Nagyon, az nagyon erősre sikerült ott is kezdődni. A kezdésnek igen, mert amúgy, hogyha valamelyik évad közepén lenne, azt mondom, hogy nem rossz, de... Meg egyébként szerintem nagyon más. Itt van a Lili. Mi? Hát, hogy nem jön ki a izéből, mert hogy... Ja, én itt leddesselgetni szoktam őket. Csak ezek elszaladtak utána a Maris. Sorry. Szóval, hogy szerintem egyébként nem is olyan a sorozat, mint az az első rész. Nem. Bocsánat. Szóval, hogyha szépen összeállnak, négyet ledesselek egyszerre, de most nem jött össze. Sorry, én hibám volt. Nem. Szaladgáltak a balra. Én is pont amiatt hagytam abba. Az első rész miatt? Henny, nézd tovább, mert a többi viszont nagyon-nagyon jó. Szóval tényleg... Hátba deseltem egy kegest is elengedte. Lol. Szóval tényleg ajánlani tudom, ez egyik legjobb sorozat, és... Hát most, hogyha összehasonlítunk egy az ötödik évadból a Miley Cyrus-os részt, ami azért eléggé lightos szerintem, az lett a leglightosabb, meg a disznós legelső részt, akkor az ég is föld. Nem tudom, nekem nem is nagyon tetszett ez az új évad, nagyon lightos a sikeredet. Kivéve az nagyon tetszett a social médiás rész, amikor rankingelve voltak az emberek a... Igen. Az internet alapján. Jaj. Ezért akkor, hogyha ide állunk, tudjuk ágyúzni, hogyha ide húzzuk. Jó. Oké. Okay. Kire van? Ja, rád van a Krósza. Elmegyek. Meg kell néznem az első részt, csak ezt értettem ebből. Hajrá, Bence. Hát jó. Akkor átment az üzenetem, ez az. Fordító pszichológia. Még mindig a rátok van a gróz. Most már rám. Hú, hova? Hát most lejött, de nem... Igen, én nekem vissza kell állnom, mert engem a gróz. De nézd, ide behozom, Maris, és akkor te tudod onnan a izéből, szigetről lőni. Most nem lett. Várjál, most a Barbie van a Canonnél, én itt vagyok melletted. De itt a Canon, nézd, itt ez. Ja, hogy úgy? Ha. De hol van? Hát nem, hova lett. Elteleportált szerintem. Ja. De... Ja, itt van bent. Na gyere!
Te kis kóbor. Na, volt benne Rituals. Nice. Ez Netflixes. Hú... Jassi. Szerintem az egyébként, nem? Igen, szerintem nem is. Au. És téged akar? Akkor meg tálj be ide, az előbb még engem agrózott. Szerintem most rám van agrózva, igen. Ugarj be oda a vízbe. Fog kijön. Nem, most rád? Nagy hát bunkor. Istenem! Várjál, várjál! Azt se tudja. Jö. Tudom, kit akar. Nem tudom, mindjárt kiterül. Menj oda! De eltűnik megint! Fú. Megint bent jöttem. Te hallod? Maradjam a picsádon. Szia, Lia, mi újság? Jó, hát akkor lőjük. Így. Vagy még megpróbáljuk kihúzni? Ja, persze, csak... Menjünk be mindketten, aztán majd meglátjuk, ki a gróz. Jó. Velem is minden rendben a Moncsi. Minden ilyet bírok, tudod, a fügében is szóba került annó, minek tanultam. Jó, hát... Hát ezt nem hiszem el, most meg elhajít, amikor lőni akarunk. Rád van a gróza, úgyhogy... Fut. Jó, akkor én visszajövök. Ott előtt. Van kenonod? Nem tudom, most ha... Van. Oké, akkor sikerült. Na, én így a lopott időkben. Lopott idők. Elvileg ide, hogyha... Ide, itt elvileg tudod harponozni innen, nem? Ráfordulok. Most ezen gondolkozom, Bence, de... patológusnak akkor? Úgy emlékszem. De lehet, hogy hülyeséget mondok. Egy patológus? Vagy nem úgy hívják? Kit? Aki boncol. Ja, de. Hát, hogy mondta a Bence... Igen, hát boncolester, igen, igen. Mondta a Bence, hogy bírja az ilyeneket, mert hogy... Mondta, hogy tudod, minek tanultam, Méri, mit mondtam a fügében. Fú, kicsit megijedtem, bazd meg, hát egy évvel ezelőtt ittunk a fügében, hát fú, tudja a fene, de aztán eszembe jutott, hogy patológus. A patológus az a doki. Most megnyitva? Nem ugyanaz a kettő. Mit adnak el? Nem figyeltem. Megint izénél vannak. Hunternél. Jaj, kiásom, mielőtt elfelejtjük megint. Jaj, 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 jaj. Ha van olyan game, amire azt mondod, hogy nagyon-nagyon sok ideig játszok vele, akkor az határozottan ez lenne már, mint a shot. Hát mostanában nem, inkább a Lost Ark, amivel sokkal többet játszom most, de volt egy időszak, amikor fú, előző nyáron például rengeteget shotoztunk a Levivel, meg a Barbie-val. Hát ilyen 6 óráig. Humble gift. Fúj, Bence, ez nagyon rosszul hangzik. Azt mondja, a boncmester kb. Az a kukta, de a patológus, a séf, ehhez tudnám hasonlítani. Hát ez egy tökéletes hasonlat volt, Bence, köszönjük szépen. Júj! Ne haragudj! Nem baj? Ne haragudj! Bocsi, csajos. Semmi gond. Na, már csak ez a két school van, és akkor... Most melyik? Ja, a Liliás sem már jó. Egyszerűen nem vagyok fókuszban, hát...
most talán... Hát, szaladok egy kör storage-en, amíg nincs event fent úgyse. Vagy csak én nem látok. Ó, hát az a Flameheart-os az lát. Hanyadikat csinálják a fiúk vajon? Negyediket? Fogalmi. Hát eddig nekünk annyira nem volt szerencsénk, jöhetne egy fof. Nincsen izém. Nincsen semmi gold event, most kilőttem magam direkt. Vagy jöhetne egy izé is. Fleet, Barnacle miatt. Ó, igen. Meg abban nagyon sok izé is jöhet. Ugyebár. Igen. Trident. Koponya. Ja. Trident! Ekkor most csak így állunk, vagy mit csináljunk? Én most itt körbe lootolom a szigetet jobb ilyen. Ó, Fleet van. Na, zsír. I feel good. Csak mondanom kellett. Majd a negyediknél nem fogsz ennyire örülni. Ja. Bár most sokkal jobb, mint régen. Ne fordikázzál kifele. Miért? Mint van a... Hát tudom. Nem hagyom itt, csak oda fordulok. Nem mer itt hagyni. Dehogy hagyom. Na. Fú, most hogyha elképzelem, hogy már először iszogatós allit akartam, hát most erre a fáradtságra az jó lenne. Hogy van a chat? Hogy érzik ma magukat? Mondják el nekem. Itt maradt egy kikunyakén, érte valaki? Igen, megyek. Imádom, hogy a Levi félig angolul, félig magyarul beszél. Itt kinn a fordbajárattal. Balra. Igen, nem emlékszem, mert észem én öltem legyen. Sziszent a monster, nem, az nekem túl nagy Snoopy, úgyhogy csak egy hell sziszent. Egy sör. Vagy. Hú, de várjatok, amúgy biztos jól lehet megcsinálni ezt a Fleetet, úgyhogy hárman vagyunk a Garnaonon? Persze, nagyon... Nagyon egyszerű most már. Szerintem. És így 20 perc múlva a süllyedés. Értek gyorsan az utcokért. Diák olimpiára készülgetek. Ez az jasi. És az milyen pontosan ez a Diák olimpia? Mehetünk? Akkor mehetünk? Aha, igen. Erre ide tudsz jönni mindenki. Korábban nálam olyan három doboz is lefolyt a monsterbe. Azt a... Én az egyszer... Az mondjuk már kemény. Úristen, felfokozott állapotban van a Levente? Amúgy nagyon, nagyon egy ót van ez a játék. Ez rosszabb, mint a Sea of Thieves egyébként. Mindig megölik egymást. A V-Rising? Aha, hogy kinek milyen van, és akkor az a... Hogyha... Megvárják egymást, hogy nagyon felépítsék magukat, és utána ölik meg őket, meg az egész bázisukat szétbombázzák. Ja, hát ez a lényege. Én nem tudnám játszani, PTSD-m lenne. Én azért nem tudnám játszani, mert hogy... Vagy nem tudom, mennyire veszik komolyan a Leviék, de hogy például a... Melyik volt ez a másik játék, hirtelen akartam mondani, a Rászt, az is ugye ilyen. És néztem régebben ilyen rá streameket, és ott úgy csináltak, hogy valaki mindig a bázison volt, hogy ne legyen sose őrizetlenül. És akkor ha valaki mondjuk nappal játszott, akkor a társának meg éjszaka kellett játszani, és akkor nem aludt. Hát igen, a Nevi az a Rásztot is nagyon-nagyon szerette. Szóval, hogy... ezeket a játékokat, ahol így PvP-parkodni kell. Dézizi nem dézizet. Mancsi?
Daisy-zni nem Daisy-zett? Azt akarom megkérdezni. Ja, hogy ez Monchi volt? Igen, igen, igen. Hogy Monchi, hogy most újra vagy, nem tudom, mondom, egy kicsit én leg is fagytam, hogy mi? Monchi. Azt akartam kérdezni, hogy Daisy still? Játszottál azzal a játék, hogy Daisy? Igen. Jó, a Levi mivel nem játszott? Itt navigáltok, létszi, mert nem láttak, és itt ez a shipwreck bay, azt hiszem. Menjél, hát úgy egy kicsikét jobbra. Egy picit jobbra, ja. Megaludom. Már jó vagy, na, milyen? Még nem jött fel, csak a zenét hallom. Sima. Oké, akkor menjünk, mehetünk tovább, nem? Vagy akarjátok? Nem. Jó. Így egyenesen amúgy jók vagyunk. Ja, jó. Szóval szupi, azt akartam mondani, hogy velem egyszer efottom volt, hogy fú, ott voltunk vagy reggel 9-ig kb. És nem jött busz, egy órát kellett volna várni. Efott után, és akkor a bátyámmal voltam, és ő meg ilyen nagy sportember, szóval mondta, hogy sétáljunk el a vonatállomásig, ami egy óra séta volt, én meg így jó, és annyira szomjas voltam útközben, azt hittem, hogy vattát fogok köpni, és akkor találtunk egy kisboltot, és ott vettem, szerintem életemben háromszor ittam Monstert, és az volt az egyik alkalom, vettem egyet, és annyira szomjas voltam, hogy így lehúztam egyben az egészet, és azt hittem, hogy kiugrik a szívem a helyéről, hogy odahányok, fúj, de bajom volt, de annyira azt szomjas. Azt hittem, hogy bepörögtél. Jó, most már segítáltunk meg. Nem, nagyon rosszul lettem, így ahogy hirtelen lehúztam, ez nem szabad. Csak annyira szomjas voltam, de utána megérkeztünk a korzóra, mert ugye ez Velencén van az EFOT, vagy volt, és akkor betoltam egy nagy tárántott hús, és minden rendben volt. Én amúgy néha így teleportálgatok, nem tudom, valaki... Én is nagyon laggolok amúgy. Kicsit jobbra tudunk menni. Uh-huh. Illetve amúgy azt akartam kérdezni, hogy így Galleonon hogy kell csinálni ezt a fajta izét, mert hogy... Hát mi úgy szoktuk, hogy megállunk. Megint megaludom. Úgy torlákat, azt álló, forgolódunk csak. Most nem láttam. Most ez egy második megaludom? Szerintem igen. Amúgy itt lesz ez a láthatatlan fal, nem? Valahol. Jobban lejött. Hol van, de ja. Ja, megaludod, meg már nem is hallom. Akkor felhúzzuk a... De hogyha... Hát, itt rajtunk van, én még hallom. Ja, már jön a ship. Felhúzzuk a vitorlákat? Ja, aztán figyeljünk a tömésre. Na, Max, hogyha baj van, elindulunk. Jó. Cukrász vizsgámra tanulok. Na, sok sikert, Szabinka. Tényleg sok sikert. A Barbika cukrász, nem tudom, tudod-e? Akkor addig lemegyek ripérelni. Én nagyon szeretem a sütikét, nem tudom, Barbi tudod-e. Hát neki mondhatod, nekünk se csinál. Nem tudsz visszavágni, mert igaz. Hát, tudod. Pénzért bármit, testvérem. Ha? Pénzért bármit. Nem várja a Klautól kérdezem, hogy ha. Igen? Nekünk mertek jönni. Nagyon. Elforgatnak minket. Várja előre, mondja ezt Klau, mert nem hallottalak. Azt mondja a Klau Barbi, hogy... Hogy kiírta... De miért a Hédi? Honnan? Ja. Szóval, hogy a Hédi kirakott egy kérdésmatricát, hogy ki tud citromos... Ezért, na, és akkor a Barbie írta, hogy ő a legjobb citromos pite készítő. És azt mondja a Chloe, hogy írni akartam Hédinek, hogy hát arra várhat, hogy a Barbie csináljon neki citromos pitét. Hát akkor még ő lehet ő a legjobb, érted? Hát igen. Ó, pont most van, sorry, csajok, de puszi szünet. Klaunak Bence által, bej? Köszönjük, Bence! Nem akarják megenni már a... Deót, varapajtok. Most megették.
már süllyed. Azt mondja, Klau, fekszik az ágyon, azt mondja, ide fekszel? Na persze, most pont ráérek. El is süllyed, ügyesek vagytok. Szóval, mi a diák olimpia? Duó táncolok majd egyik barátnőmmel, Kid Rock and Roll. Ez az én is rockiztam, Yashi. Egyébként a kategória idén. A szülye. Megöljük? Hát, lehet kénytelenek leszünk. Na, hát hajrá, hajrá, Yashi. Én is rockiztam, nagyon jó kis sport. Ezt még nem találta el, tikk. Életem első monster egy pályaudvari automatából volt, nagyon szomjas voltam, és az alapszín volt. Nice. Megittam egyet, és majd összeragadta a nyelőcsővem, olyan cukros volt. Igen, a monster szerintem édesebb is, mint a hell. Szerintem a burn a legédesebb ilyen izével. Nagyon durván édes. Nem is tudom, hogy ittam-e már, mert az amúgy az az egyik legdrágább, nem? Na régen nem volt annyira drága, akkor mindig azt ittam le. Vagy a bomba? A bomba még létezik? Bomba még létezik, de az már nem olyan drága, mint régen volt. Aha. Amint, hogy így kb. Megmaradt az ára annak így. Még a többi hozzá inflált, ugye? Úristen, egyszer voltunk, hát gondolom senkinek nem kell bemutatnom. A Nosikánál bulizni, és olyan piát csinált, hogy összeöntött, vagy 2 liter bomba energia italt, azt hiszem pezsgővel, vagy nem is tudom mivel, de hú, az nagyon beütött. Aj, basszus. Ah, nem voltam le... Ne, és feljött a csomdi. Azt... Ja, el is felejtettem, hogy ezt az eventet csinál. Én ott próbáltam rámenni közben az izére, lútra, de most arrébb lökött minket szerintem. Bomba csak jégerrel, finom Bence. Barnacle! Barnacle! A többi az nagyon messze van. Alul. Merre kell forduljak hozzá? Balra asszom? Nem tudom. Nem látom őket. Most... Nem, jobbra kell fordulnom, szerintem. Előttünk van, úgyhogy... Megharap, jobban... kapaszkodjatok! Lili! Megyek le! Vagy ilyen, menj le! Ossza, picsa, mekkorát! Állj! Konkrét, az 180 fokban megforgatott minket. Szia, Rich! Mi újság? Hát akkor így. Igen, Yashi, nagyon sokáig versenyszerűen rockiztam, nagyon szerettem. Csak aztán... hát ezt nem hiszem el, amikor éppen beforgok már jó irányba, akkor megharap. Szóval suli miatt hagytam abba meg, mert... az edző miatt. A csontik lövik a megalodon. Ja. Adom, én húzom a lootot. Enemik. Ú, de beszartam, átment a looton a... Hogy hívják megalodon, de nem szart a szét. Aj, ez van megint... Ja, azt hittem támad. Ja, támad. Ne, ú, nem tudjátok kilőni, mert... Nem most... látunk rá. Abba hagyta. Hello? Ebből... Hát, jó. Hát megy a hajón A Curse Cannon volt! Felfogta megaloddan a Curse Cannon volt. Ezt már szeretem. Ne, most már nem látok egyáltalán. De, látom. Valami folyt. Szia! Arra gondoltunk, 19.30-ra beállunk Reaperhez, és akkor eladunk Wolvenge-ban.
Jó. Jó. 19.30 kor elkezdjük lepakolni a szigetet, tehát úgy számoljatok, hogy addigra érhetek oda, és akkor még fél óra lesz eladni. Sajnos egy vaulttal vékonyabbak vagyunk, mert leraktuk a földre, és eltűnt. Oh. Nem tudjuk kiszedni a földről. Tehát nem látjuk a kulcsot, csak a mapon. Lol. Igen. Szóval az úgy ott van a mapon, és úgy nem tudtunk csinálni semmit, nem volt erre az utolsó körre kegünk, meg tridentünk. Ezt így fejeztük be, egy kicsikét hosszadalmasabb volt, de lekanonoztuk a végét. Megint nem tudjuk lőni. Ez hihetetlen. Hogy bírjátok így hárman? Minden rendben, csak most idegesít, hogy a fleet közben ránk jött a Megalodon, és folyamatosan ellök minket, de amúgy minden rendben. Aha. Az a sloop, aki a zenején ránk jött, ő még kétszer-háromszor így jött felénk, elég közel jött, egyszer ránk lőtt, de így folyton így mindig így elment, szóval... Ja, aztán elindult felénk, fellőtt egy pirosat, majd elment, tehát ja. Aha. Úgy gondolta magát. Nagyjából csak sloopok lehetnek szerintem rajtunk kívül, én még egyről tudok, az merchantozott. Ja, ki ott adott el, szóval én nálam. Ja, meg Crux Hollow mellett ment el. Több hajót még nem láttam. Igen, egy legacsest elástam, igen. Ja. Szányi. Arra az egy sloopról tudok még. Nekünk jön. Olyan szólok a brigeseknek is, hogy 19.30-ra álljanak be oda. Hát megyek. Okés. Töltsd ki tőlük a cursed cannonba. Kezében van, várjál. Töltsd be az ágyúba, testvérem. Ugye elsérnek amúgy. Ó, vagy mi? Az előbb azt mutatta... Jó, elsüllyedtek. Nagyon érdekes volt, azt mutatta, hogy tele van a szekündekük, és utána meg így teljesen eltűnt a víz a szekündekből, és utána meg elsüllyedtek, mondom. Ok. Most nem lesz semmilyen zene, bár gondolom ez felmegy a YouTube-ra. Igen, kecske, ezt fel szeretném tölteni, úgyhogy... Nem, gondolkodtam, hogy ilyen YouTube non-copyright-ös zenét berakok, de egyik az, hogy nekem nagyon zavaró lenne, mert most elég sok minden történik, meg sok ideig van a stream. A másik az, hogy az a baj, hogy nagyon szar opciók vannak a YouTube könyvtárban, már ezt múltkor is ugye néztük, amikor az a Gartic Fornos stream volt. Na most hol... Hol a loot? Még az előzőből bal oldalon van valami. Jobbra is van valami egy darab, szerintem már itt széthorták a csontjai. Mm-hmm. Ja, meg ott van balra, ahol most van a Megalodon, látod? Aha, ez igen. Megint megharap. Nekem az nem működik, Süni. Kipróbáltam. És leveszi sajnos a... Levette az egész... desktop audiót. Én elbételtem. Igen. Na, és már jön a kövi. Ezt muszáj lenne megölni. Jaj, de jó! Gallon lesz a boss, úgyhogy azt szerintem hagyjuk a sloopot, izéljük el előbb, nem? Jó. Jaj! Hát... Jézusom! Arrébb repült a hajó! Csak hogy a loopot közben össze tudjuk bugázni valahogy, de ez a Megalodon ez már igazán meghalhatna egyébként, tehát menjünk el még bele. Most OBS-t használok, Süni, de ezt még a Streamlabs-nél próbáltam, úgyhogy majd ki fogom próbálni OBS-nél is, mert ez valószínűleg ilyen
Bár nem tudom, mert Klau is próbálta ezt már, és ő OBS-sel próbálta, és neki is levette az egész desktop audiót, és egy informatikus barátunk mondta, hogy nem tudja igazából, hogy mi lehet a baj. Hát ezt nem hiszem el! Végre beálltam megint a loot menés, megint a lizélt. Gyitek be, gyűvök! Döglődj, man! Most mi? Óóóó... Jézus! Jó! Mire oda megyek, megint el fog lökni, fogadjunk. Mert nem Streamlabs-ben működik. Nem tudom, mitől függ. Fosaládé. Jó, ez nem is olyan rossz ez a lökés. De nagyon rossz ez a lökés. Úristen, mi történik? Leankoroztak. Néha szoktam hobbiból sört főzni, tegnap lehet palackozva, kettő főzet, most pihi van. Vagy tegnap lelet. Azt a rics! Hozhatnál ide is. A szlup az elsőjét? Nem látom. Jaj, de jól tudod húzni. Oké. Hát, vagy nem? Nem, túl közel vagyunk hozzá. Megharap. Jó, ezt felszedtem, ami itt volt. De a csondit harapta szerintem. Lol. Még itt van, csak... Még jobbra. Szia, Jameró, mi újság? Ó, meg ott van, ahol van, most megy a megalodon, az a kövi. Aha, látom. Ezt nem tudom feltől, de szedni. Lehet, hogy jobban járunk, ha így felszedegetem kézzel. Kiugrottam. Vagy idébb húzom hozzád, az egy jobb ötlet. Barnacle! Csak közben forgunk. Harap. Ne! Megint megharap. Úristen, meghalt! Na végre, bazd meg! Idegbeteg állat. Az. Na hajrá, szupi akkor! Na jó. Jöjjek egy kicsit segíteni? Hello! Megalodon is, meg fleet is van, meg Most már csak a boss van. Meghalt a... Most halt meg a megalodon, de azért köszi szépen. És elvagytok? Jaj, aha, mert igazából csak idegesítő volt, mert mindig amikor épp, hogy fel tudtam volna húzni a lootot, akkor elforgatott minket a megalodon. Ne nozoljátok a boss-t. Mi? Mit csináljunk a boss-szal? Nézzük, hogy mit csináltok, hát lehet látni, de innen mozítok. Hogy mi az, hogy nozoljuk a boss-t? Hát itt van mellettünk. Hát de nem, nem tudok megállni a sziklát. Ja, jó. Kémkedtek utánul? A Spyglass-szal kémkedünk. Kémüveggel. Nálatok minden oksi? Biztos sem kell. Meg felfedeztük közben, hogy másik három sloop van amúgy. Aha. Egy van volt Landeren, az elindult valamerre. Meg... egy valami valahol Sanctuary-n volt, meg egy valami Emissary nélkül ilyen taltéles bolyongós van még, de... Jó lenne, hogy jobb süllyedne. Azt szerintem süllyed is, nem? Megáll. Aha, süllyed. Szóval megjátok, hogy ide jött megkérdezni, hogy úristen lányok jól van, tudjuk, hogy hárman lányok, nem bírtok leventekkel, lányok. Hát én csak jöttem megkérdezni egy kicsit, megjönnöjjek lövöldözni, hogy valami. Köszönjük szépen. Ja, ja.
Mert itt igazából pont tök mindegy, hányan lőjük a csontikat. Támadásra nem kell számítani itt nagyon most egyelőre. Ja, unatkozott. Némek, Lau! Dehogy maradtál? Hogy maradtál volna le? Ja, itt a chatemben, nem? Azt kerestem, mint Discordon. Szia, Klau! Szia, Klau! Képzeld el, Klau, kereken 10 perc alatt harmadik próbálkozásra összejött a három hajó. Itt van még az Ádám? Én csak akartam mondani, nem tudom, Dani mondta-e, még nem vagyunk elég közel, hogy ez a Sloop, aki először ránk jött, ő még így próbálkozgat, vagyis hát, hogy így közel jött, egyet ránk lőtt messziről, meg egyszer egy piros flert, mindig így elment utána, kb. Háromszor jött ide hozzánk. Úristen, Levi ordít konkrétan. Bocsi. Semmi baj. Chronicle. Szia, Grizz, mi újság? Te nem shotozol most. Jézusom, mi Klau képes megkérdezni, hogy lemaradt a hajóról? Hát, hogy meg meg. De ez mit jelent? Ő azt gondolja, hogy másé lett a helye? Hát, a szintre. Aww. Dehogy is. Soha. Barnakó? Nincs meg Snoopy a játék. Ja, hogy mert eddig Game Pass-szal játszottál? Barnakó? Most nem vetted meg, amikor 850 forint volt? Én most olyan halk vagy, Lili, nem hallak. Ja, bocs. Most jó? Aha. Na, szóval mi mindig csak 1600 forint a Deluxe Edition, nem? Vagy visszavitték? 1600? Nem tudom, lehet. Hát annyi volt. Van még kulcs, itt kell legyen még kulcs. 5 darab bontatlanunk van. Ja, itt van a... Itt van egy kulcs. Nekünk sajnos elbugolt egy Ford kulcsunk. Ja, mondta Dani. És mennyit csináltatok amúgy? Hát ez lesz a ötödik talán? Na. Egyel kevesebb. Akkor jól tippeltem. Akkor vissza a kezdőre. Ja, minden oké, okay. Nekem is megjött a kedvem, már csak egy ideig más dolggal foglalkozkodtam. Na és akkor utána... Fogsz shotozni ma? Hajrá! Ennyi storage jött most ebből? Aha. Azt a kurva, de nagyot villámlott játékban. Ti is hallottátok? Aha. Még egyszer, 5 perc. Még valami messze a vízbe, de csak társgyűvel látom. Azt mondja, megijedtem, na, amikor meglettem, hogy már megy a stream. Hát hallod... Klau, konkrétan én úgy voltam vele, hogy felkeltem egykor, mondom, hajat mosok, megszárítom, és akkor utána 3-4-2-kor ugye leülök a Discord elé, hogy akkor ugye próbálgatjuk a hoppolást, és hogy amíg próbálgatjuk, addig én megreggelizek, sminkelek itt az asztalnál, akkor megcsom a hátteret a streamhez, még beállítok pár dolgot, mert gondoltam, biztos lesz 2-3 óra, és konkrétan csak sminkelni volt időm, mert 10 perc alatt sikerült, és így hátrésztem az én Klaumhoz, hogy Klau, gyorsan megcsinál, létszi a hátteret, mert már kész vagyunk, meg kirohantam kaját hozni. Úgyhogy ezért kezdődött ilyen gyorsan már 3-kor a stream. Szia! Hát nem bírta a sminkelős témát. Azt mondja a Klau, hogy most 8000 a játék. Úgy tudja. Igen, de a Deluxe Edition az is. Igen.
Éves Discord előfizutval kaptam egy 2 hónaposat, csak még nem aktiváltam Game Pass-t. Van ilyen lehetőség, Snoopy? Na, az tök jó. Kidobhatom a nem használt storage-okat? Persze. Most szedem össze belőlük a cuccokat, és igen. Nem bírom felhúzni a hordom. Ja, egybe szeded őket? Uh-huh. Na, meg vagyok. Jó. És már csak ebbe van. Na, tök jó, Snoopy, gratulálok. Van. Ja, meg írjak le, hogy 1 óra is otthon van. Beindítottam az űrhajót, azt mondja. Igen, Rage, pedig az interneten nincsen kislányok. Egy pillés jövök. Jajó. Szóval nem tudom, mondtam-e Suri, de köszi szépen, majd írok, hogyha esetleg aktuális. Jó, hogy bugos ez, Jamero. Ja, én is akartam sminkelni stream előtt, de így csövibe nyomom majd, azt mondja Klau. Jó, hát ez a smink nekem csak ilyen izé egyébként. Csak ilyen alapozó spirál. Ó, tüzes tornádó, mehetek rá? Lili. Ja, persze. Hát ez megint a négy fele lesz, úgyhogy a koponyánka van, azt le is dobhatjuk megint nekik. Ja, kinyitottuk az SN ládákat? Vagy csak egyet tudom? Hát bármi kinyitottam, mit tudok. És volt benne? Hát, ahogy nézem, csak egy koponyánk van, úgyhogy nem vagyunk eleresztve. Akkor nem volt az SN ládában, mert egyet felhúztunk most. Lopjátok el az FOTD-t! Jó, Kleó! Bármi kölöket eladjuk külön? Ja, basszus, beleraktam ő. Igen, sorry. Ja, csak így megfogtam, aztán így eszembe jutott. Igen. Elfelejtettem, hogy Reaperen adunk el. Itt vagy, Barbie? Pillezett. Ja, mint hogyha hallottam volna, hogy azt mondja, hogy itt van. Mert ha visszajön, akkor elmegyek pisilni. Barnacle? Mindjárt jövök, csak elmegyek mosdóba, jó? Jó. Jó. Hát és akkor eddig hova mentél? Na, Snoopy, neked jó? Szuper. Kifújtam az orrom, és bedugult teljesen a bal fülem, nagyon rossz. Jaj, Barbika hogy bírja aznaposan? Azt mondta, hogy már délben felkelt, és teljesen jól van. Próbálom kidugítani a fülem. Ó, nekik fogunk menni! Ó, jaj, ekkor jövök. Vagy menjünk nekik? Várjál, még szólj, hogyha dobjam. Még messze vagyunk. Nem? Látok, pont át. Na, zsobhatod. Szerintem. Fogalmam is sincs, hogy a Leonnak mennyi idő, míg leér. Mit adunk? Akkor ezt az egyet adjuk nekik? Hát, ez van. Ha nem kell, visszahozzuk. De amúgy nagyon gyorsan haladnak. Jó sokat. Hogyha végig ezt fogják csinálni, akkor... Jó sokat fognak megcsinálni. Pont jön a boss, úgyhogy majd belelövök egyet, hogy kapjuk a kép. Nice. Méri majd... Tessék? Már ha nem keggel ölik. Ja. Majd játszatok még Mátival, az az elme egy dokissal. A Surgeon Simulatorra?
Ember a víz. Persze, azt szeretnénk végigjátszani. Én? Nem menj fel. Miért? Mert robbant. Be akarok ütni. Késő? Ne, azt mondta, hogy üssél. Ja, azt értettem, hogy késő. De nem. Felhoztam egy kopit. Köszönjük, köszönjük. Hol robbantjátok a boss? Gyere ide le. Na és milyen volt Mati? A Sea of Thieves-ezés. Mit csináltatok? Mindenhol szkeleton Galleona. Aha. Onnan nem lehet kiszedni, és izé... És ott robbantjuk, oda húzzuk. Na, mentem, pá! Beestem a szikla közé. Igen, igen, Klau, mi word eventezünk. Annyira most már biztos, mert a Barbie vagy ötször megkérdezte Danit, hogy biztos, ami biztos, de ugye mi word eventezünk. Már akkor is megkérdezte, hogy akkor mi word eventezünk, ugye? Szerintem akkor is megkérdezte, amikor már word eventeztünk, mert elkezdtük. Viszont Klau arra számíts, hogy valaki, nem tudjuk, hogy közülünk-e, de hogy valaki miatt eléggé így laggolunk. Vagy Lilita nem, csak a Barbie meg én. Nem lagolok most. Vagyis hát így teleportálgatunk néha. Meg olyan bugos volt a robot, hogy megint Flintstone család volt. Majd megkérdezem én is, ha hazaérek. Azt mondja. Na jó, akkor elindulok. Na. Jaj! Ja, bazzeg az ankor, de hülye vagyok. Hát mentünk arra a láng összegyűjtős dologra, ja, ahol most a Daniek vannak, a Fort of the Damned láng összegyűjtés. Ott nagyon megszívtuk, mert jött egy cheater gyerek, aki folyton megölt minket, és elvitte a főládát, Chest of Legend. Azután mentünk alianszozni, az jól sikerült. Na! De mi, honnan tudjátok, hogy cheatelt? Miben cheatelt? Elnézést. Hát, eldobtam véletlenül egy meg a... Dani mondott valami? Igen, hogy Carl puszil minket. Ja, nem hallottam. Hogy innen még látja. Én már csak annyit hallottam, hogy Carl is elment a hang. Ja, én meg ugye a izénél voltam. Kormánynál. Ja, én megmondd elő. Szia Debredóra, mi újság? Mert egy hitre megölt minket Sotival. Hát az... létező az, hogyha közel van, akkor van hitel, az nem cheat. De ettől függetlenül cheatelheted, de... hogy ez egy létező dolog. Csak a Soti az az egy fegyver, ami tud van hitelni. Szia Potétók, a mi újság? Hármunkat ölte meg kb. Egymás után. Hát, ez most ügyes játékos is lehet. Hát van a Noob Face például, aki pont ilyen alianszerókat szokott szétrobbantani, mint a miénk is. És amúgy nem annyira szimpatikus nekem, de van YouTube csatornája, meg streamel is, és ő például úgy játszik, hogy ha nem tudnám, hogy csak nagyon ügyes, akkor fix, ha találkoznánk, azt mondanám, hogy csal, mert nagyon brutál mód lő. Tényleg így repülés közben is mindenkit kilő sniperrel. Hát, szia, Lucus! Mi újság? Rátok tört már egy kraken? Nem, még nem. Képzeld, Luca, mostában nagyon ritkán jön, pedig elvileg gyakrabban kéne a új season óta. Aj, köszönöm szépen, Debredóra, hogy most már itt is követsz. Nem itt főztél, Potétó? Oda nézzetek, milyen szelektálás folyik itt. Na, hello.
Hello, hello. Na, akkor most én megyek el pisilni, mert bepisilek, Pil. Mi? Miért nem adtuk oda nekik a Ritual School-okat? Oda? Ja, hogy ennyi volt. Egyet felvittünk. Maxi. Itt ki volt nyitva egy, azt nézzük, hogy csak egy darabunk. Ah, mindegy, adjuk oda. Semmi baj? No problem. Á, még ott volt egy csomó koponyájuk egyébként, ahogy felmentem. Próbálom megkeresni a légkondinak a távirányítója, de egyszerűen nem találom sehol. És annyira idegesítő, mert úgy emlékeztem, hogy tudod, egy direkt egy olyan helyre letettem, amit tudom, hogy hol van. Ja, aha. Ezt csak hiszed. Hát ja. Húzom a középsőt. Oké. Okay. Valami éj. Gondolom Marika süt. Jaj, tényleg. Jaj, megint ugyanez a sziget. Igen. És most már nem is tudok itt bemenni, mert elizeltük a... Igen, a megalodonomat ott hagytam. Észrevett. Bocsánat. Kicsit megpirult? Nem, levett. Ja, nem égett meg? Nem, levett. Ez az nagyon jó, vagy Ilike. Nem, Barbie hallottam, hogy én itt felelem éketett volna már a hajó is. Meg hallottam, hogy akkor csak volt még... Ó, itt volt még három Ritual School. Azért mondom, hogy ez... Ja. Itt egy barnakó. Barnakó. Akkor... Mindegy befordulunk innen. Most használhatjuk az összes tridentet, mert van elég. Igen. Ott egy robot.